Tolna megye 9 városában 8 visszarepült az időben több mint 500 évet. Mielőtt még valaki azt gondolná, hogy valami csoda történt, megnyugtatok mindenkit, csupán a Mátyás király Tolna megyében elnevezésű játékos vetélkedőn versengtek a városok. Úgy hívjuk ezt a napot, hogy családi nap. Ez a megyenapnak a része. Az a nap, amikor a vidámságé, a felhőtlen szórakozásé ez a mai alkalom itt Pakson. Elsősorban olyan programokat igyekeztünk összeállítani, amely egyrészt alkalmat kínál arra, hogy meghívjuk a települések csapatait, és lehetőleg minél többen részt is vegyenek. Másrészt, ha pedig eljöttek, akkor a közönség számára és részvevők számára is szórakoztatóak legyenek ezek a programok. Mindennek a vezérelve a reneszánsz év volt, tehát a reneszánsz köré építettük a megyenapot, a megyenapi játékokat, a megyenapi közgyűlést, és ez volt végül is az indíték annak, hogy ilyen reneszánsz játékokkal színesítettük ezt a paksi programot. Egy kis történelmi áttekintés azért nem árt, mielőtt rátérnénk a vére azért nem menő küzdelemre. A reneszánsz stílus Firenzében alakult ki 1420 körül. Itálián és Dalmácián kívül általában csak a 16. század első évtizedétől kezdett Európában elterjedni. Magyarországon viszont már 1479 táján gyökeret vert, na de térünk vissza 2008-hoz. Délután pedig az ilyen játékos sportvetélkedőt tartottuk a város, illetve a város környékek csapatai között, amelyet igyekeztünk egyrészt mindenki számára teljesíthetően, másrészt pedig azért mégiscsak a közönség számára is vidám, mókás játékokkal tűzdelni. Ez a két pillére ennek a napnak, és ezen kívül pedig a színpadon vannak fellépők, folyamatosan zajlottak itt beszélgetések a résztvevőkkel, és ezzel is igyekeztünk az itt lévőknek a szórakozását kiszolgálni. Igyekeztünk olyan feladatokat kitalálni, ami elméletileg a középkorra jellemző lehetett, tehát a fafűrészelés, a hölgyek elrablása, a fekete sereg kiszabadítja a hölgyeket, a kinizsipár találkozik, Mátyás királya is megkínálja egy kupa borral, mi itt vízzel helyett. Tehát olyan játékokat próbáltunk kitalálni, ami ebbe a korba beleillik. Na most a reneszánsz fokozatosan alakult ki különböző helyeken és időben. Így elindulása, ezáltal formálisan a középkor vége nem köthető meghatározott helyhez vagy időhöz. A reneszánsz kezdetét egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát, na meg mára már azért Paksét is, mivel az űrgemező remek helyszíne volt a mókának. Mátyás király bőkezően pártfogolta a művészeket és a tudományt. Híres tudósokat és reneszánsz alkotókat hívott udvarába, várakat, kastélyokat építetett, és ezzel is elősegítette a reneszánsz építő és díszítő művészet magyarországi fejlődését. Jelen pillanatban ez a főszervezőkre is igaz volt, bár még elég kellemes volt a hőmérséklet, de ők már a hideg téli hónapoktól tartva fát fűrészeltettek. Volt, akinek egészen jól ment a feladat. De egy azonban biztos, a szexeli csapat minden tagja gázzal fűt otthon, még a folyamatos áremelés mellett is. Kicsit úgy tűnt, hogy a megyeszékhely csapata megfagyott volna a hagyományos tüzelésű korszakban. Erre a kipoharat tesz! Húzzad, van még egy pár szerint! Húzzad csak, figyelj, még van. Persze az is elképzelhető, hogy ők félreértelmezték a feladatot, és hosszában akarták elvágni a rönköt. Azonban mindenkit megnyugtathatok, egy kuglit mindenkinek sikerült lecsapnia. Húzz, gyerünk! Nagyon jó, húzz, gyerünk, megvan, gyerünk, menjünk! A szervezőbizottság nagyon következetes volt, az első feladat terméke a másodikban tárcaként szolgált. Az egyes udvarok nem éltek egymástól elzárt, külön életet, a rokoni kapcsolatok, látogatások, levelezés révén sokoldalú, élénk társadalmi élet fejlődött ki. Megnövekedett az igény a társaságra. Napirenden voltak a hetekre, hónapokra szóló vendégségeskedések. Szívesen látták a külföldi utazókat, tudósokat. Nem volt ez másképp Pakson sem, csupán a legfontosabb dologban módosítottak a szervezők. A szőlőből készült nemes nedűt jó kemény vízre cserélték. Thank you.
hogy egyből miért nem lehetett megkóstolni a finom paksi vizet, az rejtély marad. Vagy talán, ha az ember fáradtabb, akkor jobban kívánja. Jó, kupa, enged bele! Ott a kupa, úgy! Ott, rá a vizére, emel föl! És na vajon, ezután, a nagy italozás után, mi lehetett a következő feladat? Mit is csináltak az 1500-as években? A nagy vagyonszerzések, harcok, árulások évtizedeiben a főúri központok a fegyvercsörgés mellett vad tibornyáktól voltak leginkább hangosak, s bár akadtak már művelt, humanista főurak, e kegyetlen fejedelmek többsége inkább a durvaság, féltékenység volt jellemző, s műveltségük is csak a deák kultúra színvonalán mozgott, fiaikat azonban már gondosan tanították, lányaikból kényes udvari hölgyeket nevelgettek, s így néhány évtized múltán házuk az udvari jómód otthonává válhatott. A vetélkedőn nem volt jellemző az udvariasság, a hölgyeket sorra szöktették a lovagok. Miután minden úrnőt megszöktettek a várudvarban, hiány volt a szebbik nemből, a fekete sereg tagjai pattantak hát paripájuk hátára, és sorra hozták vissza a fiatal szépséges lányokat. A legtöbb résztvevő ettől a feladattól tartott a legjobban, annak ellenére, hogy remekül helyt álltak. Szerintem mindegyik feladat könnyű volt, meg nehéz is volt, ha maga módján, mert nyilván mi nem nagyon szoktunk. Én magam például 11 néhány éve nem ültem lovon, úgyhogy sajnáltam is szegény állatot, hogy a 110 km-ot kellett cipelnie, de jó volt, tehát igazából ennek az a lényege, hogy jól érezzük magunkat, és még tulajdonképpen képviseljük a várost. A legnehezebb talán a lovas versenyszám volt, viszonylag régen ültem már lovon, még a Hortobágyon annak idején, 20 évvel ezelőtt, és egy olyan kancára ültem, ami egy kicsit fickándozott, de hát megadta magát azért a polgármesternek, és a legkönnyebb versenyszám talán a vízvitel egy ilyen kis merő edénybe volt. Szerintem mindenkinek meg lehetett oldani ezeket, nem volt olyan nehéz, hogy bárkinek is gondot okozott volna. Mi élveztük, és szerintem jó buli volt. Ekkor már csak két feladat állt Tolna megye 8 városa előtt. A szalmabálát bele kell állnia, benne kell maradnia, jó? Azt azért nem mondanám. Ha tényleg nem a vegyi fegyverek idejét élnénk, hanem egy török csatában lennénk, akkor páran ott hagyták volna a fogukat. Én csak a csapatokat láttam meg a közönséget. Én úgy látom, hogy aki versenyzik, nagyon élvezi, aki szurkol, az nagyon szurkol a csapatának. Én úgy gondolom, hogy itt aki jelen van, az jól érzi magát. Ez már biztos. Egyet azonban még nem tisztáztunk. Miért is törik össze magukat a hősváros lakók? A fődíj a szárgyi jutalom. Egy hatalmas nagy üveg pezsgő és egy hatalmas váza, illetve egy nagy kehely, amiből a csapatok ihatnak. Hát elméletileg csak jelképes ajándékokat tudtunk adni a játékosoknak, mert hát ennyire futottak. Így már más. Ennek tudatában jöhet a mindent eldöntő utolsó próbatétel.
ott van Luki. Igen, hogyha sokat hozzák, akkor itt lelassul. Igen, mindenki jól látja. Sajnos mind az 1500-as, mind pedig a 2008-as időszakban jellemző cselekedet ez az emberekre. Csak loptak és szaladtak. Mélyre dugd be a lufikat, jó? Mélyre, mélyre. Vigyázz, hogy a többi ne szálljon ki. Ez az, hagyd vissza, mélyebbre. Ez az, hagyd vissza, ez az, mehet. Nem vitatom, valamiből meg kell élni, de a mohóságnak van egy határa. Vigyázz! Gyere inkább lassabban! Jó, mélyre a lufikat! Jó, mélyre! Basszus, hull! Jó, mélyre a lufikat! Tűrd vissza! Az alattvalók mindent elloptak az udvarból, így a játéknak is vége lett. Személy szerint nagyon jól éreztem magam, meg szerintem a gyerekek is, úgyhogy azt gondolom, hogy amiért jöttünk, az annak tökéletesen megfelelt. Jót szórakoztunk, jót versenyeztünk, jót bóckodtunk, teljesen jó. Úgyhogy a helyezés meg igazából annyira nem érdekes, mert nekünk nem itt kell nyerni, azt gondolom, a srácoknak, az UFC-seknek sem a mai nap a lényeg, hanem igazából mai nap talán kikapcsolódás, meg a lányoknak sem, majd a bajnokságban ott igazán majd megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek. Szerintem nagyon jó összeszokott csapat. Mi úgy számoltuk, hogy mi nyertük meg természetesen a versenyt. Úgyhogy várjuk a zsűri döntését, ha mégsem mi leszünk az elsők, akkor természetesen nem fogunk ebbe belenyugodni, de a viccet félretéve szerintem első háromban a tolnai csapat benne van. Mi nyerni jöttünk, és úgy gondolom, hogy mi nyertünk is. 150-200, annak az összes zsíriát elfőzték egész éve, az öregnek nem lehetett annyi bora. Tolnaváros csapatát egy mikrotérségi társaság képviselte, úgyhogy a tolnai polgármester és az alpolgármestereken kívül itt volt a gerjeni polgármester úr, a fácánkerti polgármester úr és a bogyiszlói polgármester úr. Ez önmagában egy plusz pontot jelentett, és mi azt gondoltuk, hogy ebben az összefogásban van az erő, és hát a polgármestereken kívül természetesen profi sportolók is részt vettek közöttünk, akik hát egy kicsit fölhúzták a társaságot. Én nagyon jól szórakoztam, tehát alapvetően azt tudom mondani, hogy közönségként, mert hogy nem vettem részt ebben a játékban, jól szórakoztam. Láthatóan mindenki nagyon komolyan vette, tehát aki versenyzőként odaállt, az a legjobbat szerette volna teljesíteni, tehát bármennyire is ez egy alapvetően nyilván egy baráti, különösebben nagy elvárások senkiben nincsenek meg a teljesítménnyel kapcsolatban, de hát ismerjük saját magunkat is, szerintem, hogyha valaminek nekivágunk, akkor azt igyekszünk jól csinálni, ez különösen a játékokban, sportban így van, úgyhogy mindenki így állt hozzá. Én most nem tudnék kiemelni ebből következően senkit, mert az eredménylistát még nem ismerem, de tippjeim vannak, de azt most egyelőre nem osztom meg, hogy valószínűleg melyik csapatok, melyik városok csapatai fognak az első helyeken végezni. Nagyon jól éreztük magunkat, legjobb ez az egész sörsátor volt. A mi csapatunk az már a nyár folyamán egyszer összeállt, mi voltunk már Bézikheimban, Németországban, egy körülbelül hasonló versenyen, ahol másodikak lettünk a német csapat mögött, az esőverások mögött, és úgy nagyjából össze volt szokva a csapat. Miután mindenki ilyen remekül érezte magát a rövid kis időutazás során, és kellőképpen újjászülettünk, lássuk, kik hogyan szerepeltek az igazságos világban. Dunaföldvár csapatának nem ment annyira a szekér, ők lettek a nyolcadikak, de a részvétel a fontos. Szerintem azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy jobb, ha a szekszárdi fiatalok a kézi, illetve a focilabdánál maradnak, mint a reneszánsz játékoknál, a hetedik hely azért meglett. A Völcsék fővárosa előzte meg őket pár ponttal. Tolnának mégsem sikerült odaérni a dobogóra, az ötödikek lettek. Bátaszék csupán pár ponttal maradt le az érmes helyezésről, de nagyon szép ez a negyedik helyezés is. Az első versenyek, az első három körülbelül a lovas versenyig úgy jól ment, az utolsó verseny, a lufis verseny, az egy kicsit elrontottuk, ott nem volt olyan egyetértés a csapat tagjai között, de a többi az elég jól ment. Simon Tolnya csapata odaért a dobogó harmadik fokára. Nagyon jól éreztük magunkat. Hozzá kell tennem, hogy Simon Tolnya csapatában még Kisszékely és Nagyszékely polgármestere is részt vett. Tehát én úgy érzem, hogy egy igazi mikrotérségi jó pofa vetélkedő volt. Nagyon büszke vagyok, hisz a 9 város közül mindig Simon Tornyát, ugye mindig a legkisebbnek említik, bizonyíthatjuk, hogy mi élünk, és jobban örülök neki, hogy még szintén a Tamási Simon Tornya térségében Tamási lett az első, tehát magyarul a mi kis térségünket csodálatos. Nem készültünk.
jöttünk igazán lelkesedéssel, a fiúkkal, olyan értelemben készültünk, hogy a munkát megosztottuk. Kiszékely főzött. Mi hoztuk a bort, és készültünk gyakorlatilag féltem a ló versenytől. Én életemben most ültem először, de azért megültem. Én azt hiszem, hogy büszke és boldog vagyok a csapat valamennyi tagjára, és köszönöm szépen ezt a vetélkedőt. Jövőre ugyanitt itt leszünk. Ha lett volna bronzérem, azt a másik csapata kapta volna. Úgy jártunk, mint az olimpián cselaci. Mert ugye ezüstérmesek lettünk, de mindenki úgy értékeli a mi kistérségünkben, hogy aranyat nyertünk. Hazai pályán voltak a paksiak, biztos előre kitalálták a feladatokat és legyakorolták, de viccet félretéve nagyon örülünk neki, hogy itt lehettünk. Hajtottunk tényleg azért, hogy ezüstérmesek legyünk, élveztük az egész napot, jót főztünk, jót ettünk, jól éreztük magunkat. Reméljük, hogy jövőre jövünk, és akkor az ezüstből aranyat kovácsolunk. A legkönnyebb a feladatok után egy jó sört meginni. Amúgy olyan 35 fokban a tűző napon sportoltunk, ugye egyik feladat sem volt túl könnyű, de hajtottunk rendesen. A lovas feladat volt a legnehezebb szerintem, mert én még életemben ilyen közel nem álltam lóhoz. Kicsit tartottam is tőle, de hála Istennek nem nekem kellett lovagolni, viszont a hölgyek előtt le a kalappa, hiszen minden hölgy felült a lóra. Egyesek szerint kicsit lejtett az úrgemezei pálya, de a viccet félretéve a paksiak remek játékkal nagyon jól megállnák helyüket a reneszánsz korában. Mi végig tudtuk, hogy nyerni fogunk. Az önbizalom sokszor úgy tűnt, hogy nem mi, de aztán a rutin győzedelmeskedett. Itt a sok csapatban láttuk, hogy fiatalok vannak, de mi tudtuk, hogy igazából az idős, a rutin, az érettség, ez diadalmaskodott ma. 3 éve készülünk erre a vetélkedőre. Nagyon sokat edzett a csapat, sokat gyakoroltunk, összejárunk, van egy pszichológusunk, egy masszőrünk, egy komoly orvosi tím áll mögöttünk, és hát ez is segített minket. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki elfogadta a meghívást és itt volt. Bízom benne, hogy mindenki, aki eljött, jól érezte magát. Gratulálok a versenyzőknek, azt hiszem mindenki tiszta lendülettel, nagyakarással csinálta végig. Gratulálok a győztesnek és a legjobbaknak, és természetesen mindenkinek. Úgyhogy bízom benne, hogy még a Molnár Dixielandnek az előadásán is kiválóan érezzük magunkat,